Az ifjabb Eszterházy Józsefet ábrázoló, kisméretű festmény nem illeszkedik a családi arckép galéria festményeinek sorába. Az alig 20 cm-es, ovális arcképen Eszterházy József díszpáncélban, szörmebéléses kékpalásban tekint ránk. Eszterházy József országbíró egyetlen életben maradt fia, atya nevét örökölte, és atyához hasonlóan szintén katona volt. A Leideni Egyetemen folytatta tanulmányait, majd katonai pályára lépett, részt vett a sziléziai és itáliai háborúkban. 1744-ben léptették elő tábornokká, később altábornagyi rendfokozatot kapott. 1743-ban kötött házasságot Pálffy Mária Antóniával, és így az Eszterházyaknak a nagy tekintélyű, szintén udvarhű Pálffy családdal való szövetségét erősítette. Sajnos gyermekük nem született, halála után a családi egyességnek megfelelően unokatestvére, Eszterházy Miklós lépett az örökébe. Mindhárom unokatestvér, Miklós, Ferenc és Károly jelentős szerepet játszott a 18. század második felének történelmében, kultúrtörténetében, míg az ifjabb Eszterházy Józseffel kapcsolatban csak pazarló életvitelét említik a családi feljegyzések. 1759-ben, miután hatalmas adósságainak már kamatait sem tudta fizetni, szerződést kötött unokaöccseivel, akik az adósság átvállalásának fejében évjáradékot biztosítottak számára. Ilyen módon nemigen tudta folytatni az édesapja által elkezdett nagy vállalkozásokat, bár neki köszönhetjük például az új tatai plébánia templom építésének megkezdését. A nagy templom 1751-ben letett alapkövének felirata megemlékezik arról, hogy az ifjabb József gróf édesapja fogadalmát hűségesen megtartva teljesítette be atya alapítási szándékát. A Tatai Múzeumban őrzött képmás a korban divatos miniatűrök rokona, de a kép valójában nagyobb, szögletes formátumú, a díszkeret eltakarja a portrét körülvevő monokrom díszítést. Az ábrázolt személyt a hátul látható kézzel írt felirat azonosítja, feltüntetve Galántai Eszterházy József Ádám fraknói grófnak, Tata és Sempte urának címeit és méltóságait, valamint életrajzi adatait.